Ezen az ünnepen kívánom azt, hogy Isten lelke tegye győzedelmessé az életünket, a mindennapjainkat, hadd tapasztaljuk az ő teljességét, az ő vezetését, az ő segítségét, és azt, hogy ő ott van mellettünk, ő az, aki nem hagy el, akire bármilyen körülmények között számíthatunk. Miénk ez az ígéret, és már az állítatom bátorítást nyertünk arra, hogy a mi gyermekeink is, a következő generáció is. Az idősebbek sokszor félelemmel néznek a fiatalokra, és arra, hogyan majd ők tovább viszik azt a munkát, amit ők elkezdtek, de milyen jó tudni azt, hogy Isten lelke nem személy válogató. És amit ő elkezdett, azt ő be is végzi. És minden generációban ő felemel embereket, fiatalokat, férfiakat és nőket, fiúkat és lányokat arra, hogy használja őket az ő dicsőségére. És mi ezért könyörgünk, hogy mi is a magunk helyén, akár fiatalként, akár már idősebbként, hadd tudjunk lélek által, lélek szerint élni és szolgálni az ő dicsőségére. Az ige hirdetés alapján egy ige szakaszt olvasunk fel az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből az első két verset fogjuk felolvasni. Gyülekezet állva hallgatja. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidéket, elérkezett Efézusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezeket. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követett. De azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor bár rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szent Lélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mindegy 12-en voltak. Amen. Helyet lehet foglalni. Amikor Isten kérdez, mi emberek nem tudunk előle elmenekülni. Szembesít, lelet lesz, falhoz állít bennünket, és nem lehet kibújni, hallgatni nem érdemes. Ilyenkor az ember megalázkodik, szintval, választ keres, és döntést hoz az ő életében. Amikor Isten kérdez, akkor mindig nyilvánvaló lesz az, hogy kicsoda ő, és kik vagyunk mi. A Szentírás terve van nagy kérdésekkel, amelyeket Isten tett fel az embernek. Akár egyenes módon szólította meg, akár egy eszköz használt. Az Úr Jézus is sokszor kérdezett az emberektől, az ő tanítványaitól. Az első kérdése Istennek az emberhez így szólt, hol vagy? Kereste az Isten az ember. Aztán volt alkalom, amikor Illés kérdezte az Isten, és azt kérdezte tőle, Illés, mit csinálsz itt? Mit csinálsz? Volt, hogy az Úr Jézus Péter kérdezte, aki, ha bár hittel kilépett a hajóból, a tenger vizére mégis sűrjedezni kezdett, és Jézus azt kérdezi tőle, miért kételkedtél? Ezen a délelőttön az Úr azt kérdezi tőlünk, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőké lettetek? Kaptatok-e szent lelket? Persze nagyon sokat tudunk a Szentlélekről, a Szentlélek munkájáról, és fontos tudni és ismerni azokat az igazságokat, amelyeket a Szentírás bemutat nekünk a Szentlélekről. Mégis az ismeret, csupán az ismeret, nem teszi az életünket szent lélekkel teljessé. Szükség van arra, hogy az életünket átadjuk a szent léleknek. És tudjuk bátran mondani azt, hogy az életünkben ott van Isten lelke.
ő uralkodik, ő vezet, ővi az első és az utolsó szó. Mit kezdünk Isten lelkével? Annyira szellemi ez az ünnep, hogy a világ nem tud vele mit kezdeni. Nem tudjuk elvilágosi a sötéreink. Nem tudjuk rávenni az embereket, hogy ezt ünnepeljék, mert csak azt tudja ünnepelni, aki ismeri az Isten lelkét. És aki kész engedelmeskedni Isten lelke vezetésének. Pál apostol Efézusban találkozik János tanítványaival. És ő, mint aki Szentlélekkel teljes ember volt. Hiszen ha végigolvassuk a 19. fejezetet, látjuk azt, hogy Isten mennyire fölkente Pál apostolt az efézusi szolgálatban. Milyen erővel, természet feletti erővel ruházta fel, hogy végezze az evangélium hirdetésének a szolgálatát, és az Úr jelekkel és csodákkal bizonyította azt, hogy az Isten hatalmasabb a gonosz minden munkájánál. Megtört ebben a városban a varázslás, az okkultizmus, és az evangélium sokak életében, az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhír sokak életében győzedelmeskedett. És az apostol ebben eszköz volt. És találkozik néhány tanítvánnyal, János tanítványával, akik megkeresztelkedtek János keresztségével, megvallották az ő bűneiket, és keresték az Istennek tetsző életet. És amikor az apostol velük találkozik, most feltesz nekik egy kérdést. És a kérdés rávilágított éppen arra, ami nem volt rendben az életükben, ami hiányzott az életükben. Azt kérdezte tőlük, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőké lettetek? Hát hogy néz ki az az ember, akinek nincs szent lelke? Elég ha ránézel, és megláthatod, hogy valami hiányzik, valami nincs rendben. Lehet, hogy mi egymásról nem tudjuk így leolvasni. Az apostolnak megvolt az ajándéka arra, hogy ezt meglássa, amikor erre a 12 férfira nézett. De biztos, ha az Úr ránéz, akkor tudja, hogy az életünkben mennyire van jelen az ő lelke. Mennyire tud betölteni bennünket az ő lelke. Mennyire élő a vele való közösség. És ez a kérdés nem csak János tanítványainak szólt akkor, hanem szól nekünk is. Kaptunk-e szent lelket akkor, amikor hívőké lettünk? Az Szentlélek eljött, de vajon az életünkben tud-e élni? Tud-e uralkodni? Tud-e munkálkodni? Tud-e cselekedni a Szentlélek? Ez a kérdés rávilágít a mi hívő életünknek a hiányosságaira. Meg lehet próbálni Szentlélek nélkül is hívő életet élni. Meg lehet próbálni Szentlélek nélkül is Krisztus követőjének lenni. És vannak emberek, akik ezt megpróbálják. De nem sokra jut az ember Szentlélek nélkül. Olyan, mint az a villamos, amelyet lekapcsolnak az áramból. És nem halad előre. Ilyen az ember akkor, amikor megszomorítja Isten szent lelkét. Amikor Isten szent lelke nem tud benne uralni. Meg lehet próbálni nélküle is. De nem sok előrehaladás ez, sőt semmi. Szentlélek nélkül hívő életet élni csak egy képmutatás. Mintha keresztények leszünk. Mintha azok lennénk, de mégsem vagyunk igazán azok. És ez egy nagyon szomorú lelki állapot az ember életében, vagy akár egy gyülekezet, egy közösség életében, amikor ez lesz rá jellemző, a mintha kereszténység. Megpróbáljuk utánozni az igazit, az eredetit. És erőlködünk, mert Szentlélek nélkül a hívő élet csak erőlködés. A legnehezebb dolog a világon, hívő életet élni Isten lelke nélkül. Bibliát olvasni, imádkozni, közösségbe járni, együtt lenni a testvérekkel, még szeretni is a testvéreket, elfogadni egymást, eltűrni egymást, inteni, bátorítani, szolgálni. Lélek nélkül olyan nehéz,
keserves, olyan borzasztó. Az ember már sokszor alig bírja. Lélek nélkül nincsenek igazi gyümölcsök. Nincs igazi eredménye az életünknek és a szolgálatnak. Csak megpróbáljuk megélni, de mégsem valóságos. Ha gondolunk a lélek gyümölcseire, amiről beszél Pál apostol a Galatákhoz írt levélben, az szeretetre, örömre, békességre, szívességre, jóságra, hűségre, szelídségre, mértékletességre. A lélek nélkül ezek a gyümölcsök. Csak emberi próbálkozások lesznek. A szeretet helyett csak érzelmőség lesz. Szeretet helyett csak emberi szimpátia lesz, maximum, amit tudunk adni az Istennek vagy egymásnak. A szeretet nem tud lenni önfeláldozó. A szeretet nem tud lenni olyan, hogy elfogadjuk egymást feltétel nélkül. Öröm helyett csak mulandó, pillanatnyi örömöt tapasztalunk. Derült. Talán olyat, ami külső körülményeknek a jól alakulásából fakad. De nem fogunk tudni olyan örömet megtapasztalni és átélni, amely körülményektől függetlenül az Istenből táplálkozik. Békesség helyett csak egy görcsös önuralom lesz. Megpróbáljuk megtartani a békesség látszatát. Megpróbálunk uralkodni magunkon. Megpróbálunk mintha úgy tenni, hogy minden rendben van, de mégis nagyon sokszor kitör az igazi énünk. Jóság helyett, erő helyett, igazi bölcsesség helyett, hit helyett, csak emberi erőlködés és emberi próbálkozás mindaz, amit tenni akarunk. Lélek nélkül csak mintha keresztények vagyunk. Úgy teszünk, mintha azok lennénk, de nem tudunk soha azokká válni. És János tanítványai ilyenek voltak, akik törekedtek a maguk módján. Megbánták ők a bűneiket akkor, amikor megkeresztelkedtek, hiszen János elvárta ezt. És ők őszinték voltak, pár tanítványoknak nevezi őket. Mégsem tapasztalták az igazi tanítványság, az igazi Krisztus követésnek az elejét, a valóságát. És testvéreim, Isten lelke arra hív bennünket, hogy ne csak egy látszat hívő életet éljünk. Ne csak úgy tegyünk, mintha azok lennénk, hanem nekünk valójában azok. Nem is érdemes ezt másképp tenni. Lélek nélkül csak majdnem keresztények és hívők vagyunk. Olyan keresztények, akik majdnem megtapasztaljuk azt, ami az igazi, ami valóság, majdnem átéljük az Úr győzelmét, de mégsem. Mert lélek nélkül nem lehet. Nem lehet elérni a csúcsra. Nem lehet elérni az Úrhoz. Az Úrral való élő, valóságos, győzelmes közösséghez. Lélek nélkül megakadunk, és nem tapasztaljuk meg azt, ami igazán betölti, megelégíti az életünket. A lélek az, aki sikerélményeket tud adni, ilyen világi szóval élve az életünknek. Amikor újból és újból átérjük azt, hogy igen, Uram, érdemes téged követni. Igen, Uram, olyan jó hívőnek lenni. Úr Jézus, olyan jó volt téged megismerni. Úr Jézus, köszönöm, hogy a tiéd lehetek. Lélek nélkül nem tudunk ima meghallgatásokat megtapasztalni. Nem tudunk elérkezni az igazi győzelemhez. Nem lehet megérkezni a mennybe Szentlélek nélkül. Nem. A Szentlélek nem egy ilyen második áldása a hívő életnek. Van, akinek van, van, akinek nincs. Akik egy kicsit különbek az átlagnál, hát nekik van. Nem. A Szentlélek minden hívő ember életében ott kell, hogy legyen. Szentlélek nélkül, szentség nélkül. Azt mondja Isten igéje, nem láthatja meg senki az Isten. Nem lehet üdvözülni. Nem érjük el hitünknek a célját Szentlélek nélkül, az ő jelenléte nélkül, teljes élet átadás nélkül. És mi lehetne borzasztóbb, mint
Egy életen keresztül próbálkozni hívő életet élni, és a végén azt mondani, hogy majdnem elért. Majdnem sikerül. A Szentlélek által élet nem egy ilyen majdnem élet. Hát majdnem sikerül imádkozni minden nap. Hát majdnem sikerül Bibliát olvasni minden nap. Hát majdnem sikerül győzni a kísértések felett. Hát majdnem sikerül szolgálni. Majdnem sikerült bizonyságot tenni, hát milyen nagyszerű. Majdnem sikerült. Nem. Hanem ott igazi győzelmek vannak. Ahol megtapasztaljuk azt, hogy az Úr cselekszik. Az Úr hatalmas. Az Úr nagy. Nem a miénk. A győzelem dicsősége soha nem a miénk. Mindig az Úré. De bátorító megtapasztalni, hogy az Úr munkál. Amikor Isten elküldte az ő lelkét, akkor a tanítványok nem csak majdnem teltek be Szentlélekkel, hanem egészen teljesen megtapasztalták a Szentlélek jelenlétét az életükben. Amikor Péter fölállt és szól, akkor az ő ige hirdetése nem csak egy ilyen majdnem jól sikerült ige hirdetés volt, hanem lélek által szól. Az emberek élete nem csak úgy majdnem megváltozott, egy kicsit jobb lett, mint volt, hát egy kicsit megérintett az Úr. Teljesen megváltoztak. Azt kérdezték, mit kell nekünk cselekedni? Készek vagyunk engedelmeskedni az Isten szavára. És több ezerre átadták az életüket az Úrnak, elfogadták az Úr Jézust, és kapták a Szentléleknek az ajándékát, és igazi hívőkké, igazi tanítványokká lettek. Van egy magyar hegymászó, aki 8-szor próbálta megmászni a világ legmagasabb hegyét, az Everestet. Majdnem sikerült minden alkalommal. Akik olvastak a hegymászásról, tudják azt, hogy mit jelent egy ilyen magas hegyet megmászni, mit jelent egy ilyen expedíciós utazás. Amellett, hogy több tízezer dollárba kerül. Nagyon sok fizikai megpróbáltatáson kell keresztül menjen az ember előtte is, és aközben is föl kell rá készülni, nagyon sokat kell dolgozni. Nem mindenki képes ilyenfajta megpróbáltatásra. Az embernek föl kell készíteni a szervezetét ahhoz, hogy kibírja azokat az Úr időjárási körülményeket, amelyek ott vannak a hegyen. Nagyon sokat kell dolgozni. Egyáltalán csak azért, hogy az ember elindulhasson egy ilyen expedíción, és még inkább többet ahhoz, hogy aztán elérje a csúcsot. És milyen lehet az, hogy alkalomról alkalomra megpróbál? Nem sikerül egyszer, nem sikerül kétszer, nem sikerül harmadjára. És 2006-ban volt az utolsó próbálkozás. Csak 250 méterre volt a csúcs. De vissza kellett fordulni. És nem sikerült. És azt mondhatta, majdnem megmásztam. Majdnem ott voltam a csúcson, már olyan közel volt. Majdnem sikerült. De hát mégsem volt meg a csúcsnak a győzelme, ugye? Mégsem volt meg a csúcsnak az öröme. Mégsem volt igazi győzelem. Csak majdnem. Milyen sokszor testvéreim, ilyen a hívő életünk. Mert lélek nélkül próbálkozunk. És elindulunk. És összeszedjük minden erőnket. És akarjuk, és törekszünk. És nem érjük el a győzelmet, hanem azt mondjuk, majdnem. Majdnem eredményes volt az evangelizációsé. Csak éppen nem tért meg senki. Majdnem eredményes volt a hitmélyítő sorozat, csak éppen nem újult meg senki. Majdnem. De mégsem történt meg az, amire vártunk. Isten lelke az, aki a majdnem kereszténységből, hívő életből igazi, győzelmes életet tud adni nékünk. Szentlélek nélkül csak mintha és majdnem keresztények tudunk lenni. És nem érdemes így követni az Urat. Kérdezi az ige tőle, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Szükség van arra, hogy újból átadjuk az életünket a Szentlélek vezetésének, a Szentlélek uralmának, hogy ő győzelemre vezessen, hogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét különleges módon.
Ne kezd el titkolni, ha Isten lelke ott van jelen az életedben. Az kijön, megmutatkozik. Úgy, ahogy történt az első pünkösd napján, amikor Isten lelke eljön. Együtt voltak a tanítványok, mintegy 120-an. És eljött Isten lelke, szélnek zúgásában, tűznyelvekben leszáll a tanítványokra. Hogy mennyi időt tölthettek ők a Szentlélek ilyenfajta meglátogatásával, ott benne a házban együtt. Nem tudom, de azt hiszem, hogy nem sok időt. Mert azonnal elkezdtek beszélni, és kimentek az emberek közé. Kimentek. És azon a napon a Szentlélek ajándéka nem csak a tanítványok élet, azért a 120 év, hanem több ezer ember megtapasztalta a Szentlélek ajándékát. Mert a lélek munkája ilyen győzedelmes. Nem maradtak a tanítványok ott, benne a házban egész nap élvezzük a Szentlélek jelenlétét. Én hiszem azt, hogy nagyon, nagyon nagy élmény lehetett hallani a szél zúgását. Ez nem olyan volt, mint a kinti szélnek a zúgása. Isten lelkének a hangja van. Szemlélni a tűznyelmeket biztos egy természet feletti élmény lehetett. Látni azt, hogy így, itt van jelen Isten lelke. Tűzben jön, nem azért, hogy megégessen, nem azért, hogy elpusztítson, hanem azért, hogy az ő erejével betöltsön. Mégis nem mámorosodnak meg ettől az élménytől, hanem kimennek. A lélek kimozdítja őket, elkezdenek beszélni. Csoda nyelvet kapnak úgy, hogy az emberek értik azt, amit mondanak. A pünkösdi nyelveken szólás nem olyan volt, hogy az emberek össze-vissza beszéltek. Az Isten felséges dolgairól beszéltek úgy, hogy mindenki, aki ott volt. Idegen nyelvű emberek. Mindenki a saját nyelvén hallotta az örömhírt, az üzenetet. És a pünkösdi tűz sokak életében meggyúlt. Ezt nem lehetett eltitkolni. És ilyen a mi életünkben is Isten lelkének a munkája. Ha ott van, akkor ez megmutatkozik. Visszatarthatatlan ereje van. Igen, megpróbáljuk sokszor ezt utánozni. Megpróbáljuk megfejteni a missziónak, a szolgálatunknak, gyengeségeinek az okát, és megpróbálunk valahogy módszereket találni arra, hogy mégis előre mozduljon az Úr munkája. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést kell feltenni, amit Pál feltett János tanítványainak. Kaptatok-e szent lelket? Van-e életünkben szent élek? Van-e élő közösségünk vele? Átadtuk-e az életünket neki? És így éljük-e a hívő életünket? Vagy csak emberi próbálkozás mindaz, amit teszünk? Kaptatok-e szent lelket? Ez rávilágít a hívő életünknek a hiányosságaira. Mindazokra a területekre, ahol a Szentlélek nem tud uralkodni. Ahol még emberiek vagyunk. Ahol még testiek vagyunk. Ahol Isten lelkének nincs szava, nincs tekintélye. Azokra a területekre, amiket mi akarunk megoldani. Hiányosságok. Lélek nélküli imádságok, lélek nélküli Isten tiszteletek. Egyszer egy ige hirdető azt mondta, a Isten lelkét az Úr elvinné erről a földről, nagyon sok gyülekezet életében minden úgy menne, mint az előtt. Lélek nélküli bizonyságtétel, evangelizálási próbálkozások, ezekre a hiányosságokra mind rámutat ez a kérdés, kaptatok-e szent lelket? Ugyanakkor rámutat annak a lehetőségére is, hogy igen, van Szentlélek, eljött a Szentlélek, és meg lehet kapni ezt az ajándékot. Kaptatok-e szent lelket? Nem azt kérdezi az apostol, vettetek-e?
Mert nem lehet a szent lelket megvásárolni, úgy, ahogy gondolták Szkéva papfiai. Megvesszük pénzen. Van nekünk pénzünk. Megvesszük. Nem árulják a sarki ABC-ben. Még a templomban sem árulják. A mennyből jön. A mennyből jött ajándéka az életünknek, Isten lelke. Kapni lehet ajándékba. Nem kiérdemelni, nem kell érte vezekelni. Vannak emberek, akik azt mondják, ó, hát hónapokon keresztül imádkoztam azért, hogy Isten adja nekem is az ő lelkét. Nem olvasunk sehol a Szentírásban arról, hogy az emberek hónapokon keresztül könyörögtek volna, bődültek volna, vezekeltek volna, sanyargatták volna a testüket azért, hogy szent lelket kapjanak. Arról olvasunk, hogy amikor az emberek megvallották Krisztust, elfogadták Krisztust, bemerítkeztek Krisztus nevére, akkor jött az életükre a Szentlélek ajándéka, mert Krisztus hozza az ő lelkét. Nem jön egyedül. A bűnbocsánat örömével, a szabadulás örömével, az új élet reménységével jön az Isten lelke. Pál apostol a Szentlélekről kérdezte János tanítványait. De nem a Szentlélekről beszélt nekik, hanem kiről. Krisztusról. Jézus Krisztusról. Hallottam már olyat, hogy nem jó az, hogy mi többet beszélünk az Úr Jézusról, mint a Szentlélek. Testvéreim, a Szentlélek az Úr Jézusról beszél. A Szentlélek az Úr Jézus Krisztusról tesz bizonyság. És ha mi akarunk Szentlélekkel teljes életet élni, akkor nekünk az Úr Jézussal kell rendezni az életünket, a dolgainkat, a bűneinket, a mulasztásainkat, és mindazt, ami nincs rendben, Krisztussal kell rendezni. János tanítványai nem hallottak a Szentlélekről, de Krisztussal sem békültek meg. Az ő bemerítésük nem Krisztus nevére történt, és ez hiányzott az életükből. És erre az igazságra mutatott rá Pál apostol. Nem marasztalt el János szolgálatát, hiszen a proféták között a legnagyobb volt, hanem rámutatott arra, ami János szolgálatának is a középpontja volt, az üzenete volt. Mert ő Jézusra mutatott arról, aki nem vízzel fog majd keresztelni, hanem tűzzel és Szentlélekkel. Arra a Krisztusra, aki jön azért, hogy elvegye a világnak a bűneit. Arra a Krisztusra, akivel kapcsolatosan nem tartotta méltónak még azt sem, hogy Saul és Szíriát megoldja, mégis ő kellett bemerítse. Jézusról tett bizonyságot Pál János tanítványainak. És amikor ők Krisztust elfogadják, amikor Krisztus nevét megvallják a bemerítésben, miről teszünk mi bizonyságot akkor, amikor bemerítkezünk? Hát arról, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, és Krisztussal együtt föltámadtunk egy új életre. Meghaltunk-e világnak? A bűneink és a régi életünk, a régi természetünket odaadtuk a halálba. A kereszten Krisztus fölvette, és megbocsájt nekünk. És felhoz egy új életre, és ez a bizonyságtétel hozza, és nyitja meg az életünket a Szentlélek teljességére. Jön a Szentlélek, Krisztus hozza a Szentlélek uralmát az életünkbe. És ilyen módon lehet nekünk egy győzelmes életünk. Egy olyan élet, amely nem erőlködés, hanem amelyben ott van az Isten ereje. Szükségünk van nekünk is Szentlélekre. És ahhoz, hogy még inkább az életünkben ott lehessen Isten lelke, Krisztussal kell nekünk beszélni. És Krisztusról kell nekünk beszélni. Amikor bizonyságot tudunk tenni róla, a Szentlélek örömteljesen lakozik az életünkben. Amikor Krisztus szégyeljük, akkor a Szent Lelket megszomorítjuk. Ő Krisztusnak a lelke. Van lehetőség Szentlélek ereje által élni az életünket. És ezen a délelőttön ez a kérdés. Szentlélekkel vagy Szentlélek nélkül? Volt már, amikor megpróbáltuk nélkül el? Hogy lehet az életünk most is kicsit nélküle való próbálkozás. Jöjjünk az Úr elé. Jöjjünk az Úr Jézushoz. Tegyük le az életünket az ő kezébe. Valljuk meg úgy volt,
hagyjuk meg útból azt, hogy ezt üvégé hagyunk. Nem kell még egyszer bemerítkezni, de a bemerítési vallástéte újból is újból el kell mondani. Magunknak, az Úrnak és az embereknek. Meghaltam a régének, és újjá lett minden. És amikor ez a bizonyságtétel nem igaz, nem valóság, akkor szükség van bűnbánatra. Uram, látod, hogy visszajöttek régi dolgok. Úr Jézus, látod, hogy vannak dolgok, amik megszomorítanak téged, és amelyek megoldják a te lelked munkáját az életemben. Szeretnék megtisztulni, szeretnék megújulni, szeretnék újból bizonyságot tenni arra, hogy meghaltam a régének. Vedd el a bűneimet, és nyisd meg a szívemet, hogy uralkodni tudjon a te lelked bennem, hogy valóság legyen ez az ajándék bennem. Így lehet betöltekezni Isten szent lelkének a jelenlétével. És ő győzelmeket fog adni. Nem kell emberileg erőlködni, hanem megtapasztaljuk azt, hogy valóságos. Sokszor a gyülekezet életében, a szolgálat életében, úgyis, mint lelkipásztor, átéltem azt, amikor emberileg próbálni dolgokat megoldani. És az ember, a hívő ember életében ott van ennek a kísértése. Hogy ő oldja meg. Hogy ő legyen a megoldás. De mennyivel jobb az, amikor Isten lelke lesz a megoldás a mi kérdéseinkre, a mi nehézségeinkre. És átérjük azt, hogy nem emberi, eredménytelen próbálkozás a szolgálat, hanem Isten lelke által győzelmes, működik, valóság. Olyan valóságos volt akkor, amikor tanítványok kimentek, és beszéltek az Úrról, Isten felséges dolgairól. Nem hiszem, hogy Péternek megvolt a pünkösdi prédikációnak a jegyzete. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tanulni, és nem kell készülni. Ő is tanult, és készült, és később majd írt is leveleket is, és üzeneteket is. De Isten lelke volt az, aki az üzenetet adta, aki a szavakat adta, aki a munkát végezte, és ők eszközök voltak, és olyan győzelmes volt, olyan feltartózhatatlan volt ez a munka. És milyen jó lenne ezt testvéreim átélni a gyülekezeteink életében. A lelkipásztori közösségekben, az elmúlt időben többször is beszélgettünk arról, hogy szükség van ébredésre. Megfigyeltük azt az igazságot, hogy körülbelül 50-60 év távlatából napjainkban is azokban a gyülekezetekben van élet, ahol ébredés volt. És vannak gyülekezetek, ahol nem fogadták az ébredést. És ezek a gyülekezetek kihaló félben vannak. Nem azért, mert elköltöztek az emberek. Nem azért, mert olyan bűnösek az emberek, hogy nem akarnak megtérni. Hanem azért, mert a gyülekezet nem volt a helyén. Nem lélek szerint és nem lélek által él, hanem emberi próbálkozással szerette volna előre vinni az Úr munkáját. És ez lehetetlen. Lehetetlen. Lehetetlen lett volna János tanítványének Krisztus nélkül, szent élet nélkül kiadni az evangéliumot. Lehetetlen lett volna a tanítványoknak több ezer embert Krisztushoz vonzani, Szentlélek hatalma és ereje nélkül. És ennek a léleknek a meglátogatására van szükség. A lélek adta ébredésre, megújulásra van szükségünk. Napjainkban is. És szeretném, ha a következő percekben ezért imádkoznánk, és ezért könyörögnénk, hogy adjon az Úr nekünk az ő lelke által egy győzelmes, igaz életet. Kaptatok-e szent lelket? Ott, ahol Szentlélek nélküli az életünk. Hogy jöjjünk bűnbánattal és kérjük, hogy Krisztus hozzon bocsánatot, és a Szentlélek pedig adja az ő ajándékát oda, az életünknek arra a területére. Nem az a kérdés, hogy mennyi van nekünk a Szentlélekből, hanem az,
hogy mennyi van a Szentléleknek belőlünk, a mi életünkben. Szentlélek eljön, kaptuk, de fogadni kell. Fogadni kell, engedni kell, hogy bennünk kell, hogy éljen. És nem mi szabunk feltételeket az Isten lelkének. Nem mi mondjuk meg azt, hogy mennyit engedünk belőle, hogy aztán ő hogyan viselkedjen, és mit mondjon, és hogyan cselekedjen, nem. Hanem ő fogja megmondani nekünk. Nem mi használjuk Isten lelkét, hanem Isten lelke használ bennünket. És ez nagyon fontos megérteni, és megtapasztalni ezt a csodát. A Szentlélek nem egy olyan erő, amit csak úgy előveszünk, nem. Szentlélek, Szent Háromság Istennek egy személye. Isten jelenlétének a valósága. És ő egy szuverén Isten, aki úgy cselekszik, ahogy akar. Az ő tökéletes isteni akarata szerint. Mit mondott az Úr Jézus a Szentlélekről, az újjászületésről, és mindazokról, akik újjászülettek, és megtapasztalják ezt az ajándékot? A szél fúj, hová akar. Hallod az ugrását, de nem tudod honnan, és nem tudod hova megy. Ilyen a lélek munkája. A Szentlélek nem beszél a tanítványokkal. Az Úr Jézus sokat beszélt a tanítványokkal. Az Úr Jézus szavait olvassuk az evangéliumokban. Ismerjük az Úr Jézus születésétől kezdve, sőt még előtte is. Ugye olvassuk a róla szóló proféciákat, egészen mennybe meneteléig, olyan sokat tudunk az Úr Jézus életéről, munkájáról, láttuk szeretetét megnyilvánulni az emberek felé, tanításai. Nagyon sokat beszélt az Úr Jézus. Amikor Isten lelke eljött erre a földre, nem beszélt. Nem beszélt. Cselekedett. A tanítványok beszéltek. A tanítványok beszéltek. Nyelveken szóltak, hirdették Isten felséges dolgait. És ez emlékeztet bennünket a Szentlélek hatalmára, szuverenitására. Jön, mint szél. Nem tudod honnan jön és hova megy. Nem mi irányítjuk. Nem mi szabjuk meg a feltételeket. Nem mi mondjuk meg, mikor és hogyan tegye. Jön, mint felserő tűz. Az ő akarata szerint. De kérhetjük, és mondhatjuk, Uram, ott akarunk lenni, ahol a te lelked munkálkodik. Akarunk ennek részesei lenni. Akarjuk elfogadni a te lelked munkáját, Uram. Kérünk, fúj, hozzánk is. Kérünk, jöjj tűzzel, hozzánk is. És Uram, mi ott akarunk lenni. Mi át akarjuk élni. Mi eszközök akarunk lenni. Jöjjünk, harcsunk vajet és imádkozzunk együtt. Amen. Uram, én szeretnék átadni a kérdéseidért, még ha sokszor, nagyon sokszor fájnak és olyan pontot érítenek, ami érzékeny. Uram, az én vágyam is, hogy üresíts meg az én életemet minden az Úrtól, amely elfoglalt a lelked helyét. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor emberek vannak, hogy a keserűség irányítson az én cselekedeteim, az én gondolataimban. Kérlek, hogy benne lesz tőlem, és töltsd be annak a helyét, te szent tele legyen, hogy azt tudjuk valóban úgy élni, hogy legyen tartalma az életemnek, hogy az legyen az, ami mozgató rugója minden cselekedetemnek, minden szavamnak, gondolatomnak. Uram, nekem nem kell a mintha és a majdnem, hanem kell az igazán. Uram, kérlek, segíts meg ebben, hogy ha tudjam ezt visszaállítani az életemben, hadd lehessen valóban újra olyan mély és igazi az én életem te előtted és az emberek előtt, aminek tartalma van, te lelked. Kérlek, segíts meg ebben, Uram, amen. Amen. Kicsit, hogy magad fel a rákozó Jézus Krisztus, azt mondtad, hogy nem tudsz várnak meg, hogy szedett rendszerelnek. Tudás vagy a kezét, hogy mondjuk a kezét, és megfogtam a szülőszeretnek.
szívében azt mondjuk, hogy kívánjátok a lélek ajándékát, így kívánjuk, és hálásra tudjuk meg is kaptad, és fel is ismertünk, és azt szeretnénk mondani neked rá, hogy Jézus, hogy amit teszek, szellemben teszem, és a te dicsőségedben teszem. Hogy amikor eljössz a fiaidre, utána tudom, hogy a dicsőségedre járunk. Amen. Köszönettel jövök hozzá, Jézus Krisztus, köszönöm, hogy azért kellett meghalljátok életet adján nekünk, és a bűnösség eljusson meg hozzám. Köszönöm, hogy Jézusom, hogy a szentelket eleje eljutottak, hogy még a szemben is. Köszönöm, a vajra tényleg követni igazán, tiszta szívű, és segítségünk, mert megvalljuk, Uram, azt, hogy sokszor emberi módon próbálunk a te tetszésed szerint élni, szolgálni, imádkozni, veled közösségben lenni, Uram, sokszor nem sikerül, sokszor nem érünk cél, sokszor, Uram, hiányérzetünk van, sokszor többet várunk, és nem kapjuk meg azt, amit keresünk. Uram, szeretnénk előtted megalázkodni, bűneinket megvallani, életünket letenni újból a te kezedbe, megvallani, Úr Jézus, azt, hogy mi veled együtt meghaltunk, és veled együtt föltámadtunk egy új életre, és ebben az új életben, Uram, várjuk a te lelkednek jelenlétét és teljességét, győzelmét és vezetését. Kérünk arra, Istenünk, hogy add bőségesen nekünk a te lelked ajándékát az életünk minden területére, Uram. Hadd terjedjen ki a te lelkednek tekintélye, ereje és hatalma. Várjuk, Uram, megújulni. Várjuk arra, hogy a mi gyülekezetünkben megújulást adj. Várjunk, Uram, arra, hogy megtapasztaljuk lelkednek megelevenítő hatalmának a győzelmes munkáját. Kérünk, Uram, adj ébredést a mi közösségeinkben, a mi gyülekezeteinkben. Hisszük, Uram, hogy ez lehetséges. Hisszük, Uram, hogy amikor te lelked meglátogat, akkor minden újjá lesz is. Uram, mindaz, ami nem működött jól, az a helyére kerül. Uram, nagyon vágyunk erre. Könyörgünk ezért is. Alázkodva kérjük, hogy a te akaratod szerint cselekedj is, munkálkodj is. Ott akarunk lenni, Uram, ahol te munkálkodsz. Kérünk, hogy ne hagyd ki a te lelked munkájából. Kérünk, Uram, hogy ne hagyd ki a lelki megújulásból, a lelki ébredésből. Sőt, azért könyörgünk és imádkozunk, hogy bennünket alkalmatlan eszközeidet, Uram, akiket mégis drága véren váltottál meg, tegyél bennünket, Uram, használható eszközödé. Hadd legyünk bátor tanítványé. Kérünk, hogy állj meg a mi beszédünket, a mi nyelvünket, Uram. Hadd találjuk meg annak az ajándékát, hogy beszéljünk rólad az embereknek, akik annyira elidegenedtek a te igazságodtól, a te beszédettől, az evangélium tanításától, mindattól, ami szent, ami tiszta, ami a te akaratod szerint való. Kérünk, Uram, taníts bennünket beszélni, hogy az evangélium üzenetét meghallják az elveszett emberek, és hozzád térhessenek. És kérünk, Uram, ami szolgálatunkban, ami beszédünkben, ami bizonyságtételünkben, Uram, add a te erődet, hogy az eredményes legyen, hogy az emberek valóban meglássanak téged, találkozzanak veled és kibékülhessenek veled. Így kérünk, Uram, hogy maradj velünk továbbra is. Áld meg, Uram, a délutáni Isten tiszteleteinket. Áld meg, Uram, testvéreinket, gyülekezeteket. Itt Bihar mennyében, ahol imádnak téged, ahol keresnek téged, ahol a testvérek ébredésért, megújulásért, lelked meglátogatásáért imádkoznak. Kérünk, Uram, hogy hallgass meg a mi könyörgésünk szavát. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Az Úr közel. Jövőjel, Uram Jézus! Nagyon szépen köszönöm azt a testvéreknek, hogy ezen a délelőttön elvállalta itt közöttünk a szolgálatot. Mi azt szerettük volna, hogy egész napra, mert hogy maradjon itt közöttünk délután alkalmával este lehetséges a szolgálatok miatt. De nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ezen a délelőttünk közöttünk. Küldjük a gyülekezetünk köszöntését. Nagy Váradi Robi Jézus részére. Ha nem esik terhedre, akkor mondjál nekünk néhány mondatot csak a gyülekezetetekről, annak a helyzetéről, mi az örömetünk, a kihívások, vagy a problémák, és mik azok, amelyek állásokat mondhatok, hogy tudjunk egymást. Testvérekkel megosztottam, hogy ma délelőtt itt leszek, nekünk is lesz Isten tiszteletünk a mai nap folyamán, az Úr életet és kegyelmet ad majd az esti órákban.
Hálásak vagyunk az Úrnak a megtartásért. Az egyik friss örömünk az, hogy a tegnap esti istentiszteleten megtért egy fiatal nő, aki nem hosszú ideje látogatja gyülekezetünket, keresi az Urat, és tegnap este az Úr Jézus Krisztust befogadta az életébe, együtt imádkoztattunk vele, és ez egy friss örömünk, és hálásak vagyunk ezért az Úrnak. Imádkozunk is egy ima témánk a gyülekezetnek lelki, szellemi egysége Nagyváradon. Hálásak vagyunk azért, hogy sok gyülekezet van. Mindegyik gyülekezet egy Istentől jövő ajándék, még akkor is, ha nem feltétlenül baptista gyülekezet. De ott, ahol az evangéliumot hirdetik és megtérésre hívják az embereket, az az Úr szolgálata. Mégis tapasztaljuk annak a kísértését, hogy egy sokféle program, a sokféle gyülekezetek által felkínált program egy olyan fajta kísértést hoz a gyülekezet életébe, hogy megyünk egyik programból a másikra. És egyfajta fogyasztói kereszténységet gyakorlunk, mindenütt táplálkozunk, és aztán nem igazán vagyunk otthon. Vagy nem is tudjuk azt, hogy hol van az igazi otthon. Ezért ima témánk, ezért imádkozunk, hogy az Úr adjon lelki egységet, szellemi egységet, gyülekezeti közösségi egységet. Testvérek találják meg a szolgálati helyüket. A fiatalokkal kapcsolatosan talán a leginkább áll fenn ez a fajta kísértés, ugye vonza őket mindenféle program, ami nem feltétlenül rossz, csak mégis úgy látjuk és úgy értettük meg, hogy a lelki növekedéshez szükség van arra, hogy egy gyülekezetnek a hűséges tagjai lehessünk, ahol szolgálhatunk és ahol elszámolhatóak is lehetünk, és ahol az Úr munkáját tudjuk építeni, és ahol számítani lehet ránk. Ezért kérjük, hogy a testvérek gondoljanak ránk is, imádkozzanak értünk, és a többi gyülekezetekért is, amelyek ott vannak, imádkozzanak a testvérek azért, hogy őrizzen meg az Úr minden versengéstől, a versengésnek idegen szellemétől. Nem az a cél, hogy egyik gyülekezetből a másik gyülekezetbe csaljuk a hívő embereket, hogy mi többet legyünk, vagy a mi programunk vonzóbb legyen a másik programnál, hanem az, hogy az elveszett emberek megismerjük Krisztust is, kibírjenek vele. És ezért könyörgünk, ez az ima témánk. A gyülekezet úgy érzi, hogy volt egyfajta lelki buzgóság úgy 20 évvel ezelőtt, amikor elindult a gyülekezet, sokkal melegebb volt a légkör, lelkesebbek voltak a testvérek, mint ahogyan ez most van. Ezt emlegetik, és tegnap este az Isten tisztelet után vissza is maradtunk többekkel, és imádkoztunk azért, hogy az ő tüzét újból szítsa a szívünkbe, és lehet még jobb. Én azt mondtam a testvérek, hogy nem feltétlenül azért kell imádkozni, hogy olyan legyen, mint az elinduláskor, nem azért, hogy még jobb legyen, mint az elinduláskor. Szóval van még több. Nem akkor tapasztaltuk mi a legtöbbet az útból, annál van még több. És ezért imádkozunk, és ezért könyörgünk, és kérjük a testvéreket is, hogy így gondoljanak, és imádkozzanak értünk. Megragadom az alkalmat, hogy ezt is elmondjam, hogy csütörtökön este újból regionális ifjúsági istentisztelet lesz a gyülekezetünkben. Ezeknek az ifjúsági alkalmaknak az a célja, hogy a Bihar megyei és környéki fiatalokat összefogja, és egy olyan istentiszteletet szervezünk, ahol a fiatalok egymással az Úrral találkozhatnak, megerősödhetnek az Úrban is. Visszatérve az ő gyülekezeteikbe, otthonaiba, vihetik az Úrtól kapott üzenetet, hogy várjuk szeretettel a fiatalokat csütörtökön este a soron következő regionális ifjúsági istentiszteletre, amelyet együtt szervezünk az Ifjúsági Szövetséggel és a Nagyváradi Misszió-kerülettel is. Kívánom a testvérek életére Isten gazdag áldását, kívánom azt, hogy lélek által tudjunk győzedelmeskedni. Amen.